Idén fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli a Magyar Kanizsai Nyugdíjas Belügyi Dolgozók Egyesülete. A Magyar Kanizsai Belügyi Osztály néhány volt dolgozója 2004-ben tett javaslatot nyugdíjas szervezet létrehozására. A Szabadkaitól a helyi szervezet 2008-ban vált külön. Az évfordulós ünnepséget szombaton tartották a művészetek házában. A meghívott mintegy 150 vendég között voltak a szerbiai asszociáció képviselői, a testvéregyesület és a szegedi egyesület tagjai is. A megjelenteket Bálint István elnök köszöntötte. A jubileumi ünnepség a Tiszamenti Tambura zenekar dallamaival kezdődött, majd az eltelt tízesztendő legfontosabb eseményeit fotók, filmrészletek illusztrálták. Az ünnepségen az Egyesület egyik rangidős tagja, Varbai Mihály átadta az emlékplaketteket és a köszönő leveleket az arra érdemes tagoknak, intézményeknek és szervezeteknek. A nyugalmazott belügyi dolgozók közül emlékplakettet kapott Miadrág Adámovics, Bálint István, Ilekmária, Mária, Iván László és Svetozár Anyin a Magyar Kanizsai Önkormányzatnak szóló emlékplakettet Lackó Róbert, a községi képviselőtestület elnöke, a rendőrállomásit pedig Rekecki Titus, a Magyar Kanizsai Rendőrség elöljárója vette át. Köszönő levelében a belügyminisztérium és a nyugdíjas belügyi dolgozók szerbiai asszociációja Vladimir Vecsics, valamint a szabadkai, topolyai, óbecsei, újvidéki, szabácsi, loznicai, szendrői és szegedi testvéregyesületek részesültek.